Most ismerkedjünk meg egy másik jelentős graubündeni művésszel, aki magyar származású, és Indermaurral ellentétben éppen fordítva, a figurális ábrázolástól jutott el az absztraktig. '57-ben jöttünk ide, és itt kezdődött el tulajdonképpen a művész életem, mert otthon egy kicsit, azt lehet mondani, a művészet háttérbe szorult. Itt ebben a nyugodt légkörben minden megadatott ahhoz, hogy az ember a művészetnek éljen. Hát így kezdődött ez a, ha úgy vesszük, hogy karrier. Tehát ez a karrier egy kicsi izgalmas, mert a festő, a művészek élete nem olyan sima, mint hogy gondolják, nem mind az aszfalt, hanem mint egy olyan göröngyös út, amikor az ember alkot, a valóságot úgy akarja elrögzíteni, és úgy akarja ábrázolni, hogy álomszerű legyen. Az emberek szeretnek álmodni. De ébredés is van. Hát ez azt jelenti, hogy az álom és a valóság között az a különbség, hogy a festő nem álomvilágba él, nagyon is a valóság, de a valóságot úgy akarja interpretálni, festeni, hogy az emberek abba örömet találjanak, abba, hogy hát így néz ki a valóság az álomba. Az emberek, mikor hallják, hogy absztrakt, mindenkor arra gondolnak, valami elvonatkoztatott, valami, ami a valósággal, valóságra elvont. Nem, az absztrakt metafizika azt jelenti, hogy a lelki vonatkozásokat fejezzük ki képbe, tehát érzelmeket. Reménység, szerelem, boldogság, sugárzás. Hát ez az, ami a metafizika absztrakt kifejezést fedi. Tehát nem csak absztrakt, hogy egy pár folt jelenik meg a képen is, akkor azt mondja, ezt nem értem, hát ezt az unokám, aki 5 éves, az is tudja festeni ezt a pár kockát. Hát ilyen nincs. Miért van az abba a képbe piros, miért van abba a képbe kék? És ilyenkor felkerül az a kérdés, mi a piros? A piros az élet, piros a szerelem, piros a test, és a kék a lélek. Elértem azt, hogy a fényt úgy tudom ábrázolni, és ha szabad egy összehasonlítást tennem, én nagy tisztelője vagyok Liszt Ferencnek, a muzsikájának, a zongora játékának, a virtuózitásának. Paralel azt merném mondani, hogy az ecsettel körülbelül elértem azt, amit ő a zongorán elért. Mert mindenkor a fényt keresem. Most már 83 éves koromban azt mondom, még minden nap festek, és semmi más dolgom nincs, mint hogy örömet okozzak az embereknek a piktorámban.